Nos, hát sziasztok! Köszönöm a lehetőséget, hogy előadhatok. Igazából bele is kezdenék egyből. Nos, jelenleg ez a négy nagy platform van jelenleg a piacon, és az a helyzet, hogy a YouTube jelenleg egy olyan üzleti modellt épít föl, ami főleg arról szól, hogy minél tovább tartsa a nézőt a felületen, hogy ez főleg abban is megnyilvánul, hogy minél nagyobb a nézettségi idő egy adott videónál, annál jobban ajánlja a YouTube azt az adott videót. És a YouTube mindent elkövet ennek érdekébe, képes arra is akár, hogy a platformoktól átvegye a különféle funkciókat, viszont a többi platform is egyébként nem rest, és lényegében ezt az egész tartalomgyártási hullámot meglovagolva ők is próbálják kiépíteni a saját kis tartalomgyártói felületüket. És ugyebár a Facebook felvásárolta az Instagramot, és ugye különféle funkciók csereberélődtek, és talán az egyik ilyen érdekesség az, hogy a Facebook átvette az Instagramtól a Stories-t, de ez most annyira azért nem lényeges, de beleraktam. Továbbá a Facebook is egyébként a Twitch-től vett át különféle dolgokat, és ezekről egyébként most mind részletesebben fogok beszélni. Hát a YouTube-ot szerintem senkinek nem kell bemutatni. Ezen a héten egyébként két új funkció is bevezetésre került. Az egyiket már Gyöngyi egyébként előtte, az pedig nem más, mint hogy a csatorna előfizetések most már 50 ezer feliratkozótól is egyébként elérhetőek. Illetve a másik az, hogy a YouTube, ugye volt egy külön gaming applikáció és egy aloldal, és ezt nagyon kevesen nézték, és lényegében a YouTube a héten törölte mind az applikációt, mind az aloldalt, és volt nekik egy külön játék nevű csatornájuk, ami lényegében ilyen gyűjtőhely, és lényegében ezt alakították át, ami hát kísértetiesen hasonlít a Twitch felületére. Illetve, hogyha valaki megjelöl egy játékot a videójánál, akkor létrejött egy külön gomb is, amivel az adott játékról lehet nézni videókat, vagy élőadásokat is akár. Nos, az előbb említett Twitch, aki esetleg nem ismerné, lényegében ez egy olyan platform, ahol élőadásokat lehet csinálni, főleg gaming kategóriában, de előfordulnak olyan videók is, amik esetleg élőszereplősek, vagy mondjuk podcastek. És talán tartalomgyártói szempontból inkább az a kérdés, hogy mennyire lehet ezekből megélni, vagy ilyesmi. És a Twitchnek van egy ilyen kétlépcsős, mondhatni, mérföldkő rendszere. Az egyik az, hogy el lehet érni ezt az affiliate jogosultságot az alábbi feltételekkel, amik hát annyira azért nem bonyolultak, szerintem azért, ha 30-ból 7, ha minden nap mondjuk csak másfél órát streameltek, és akkor is már bőven megvan a 8 óra, és 3-an már csak néznek, tehát hogy szülők meg a kistesú. Meg 50 követőt szerintem, még én sem szóztam, pedig én csak bejelentettem, hogy van Twitch-em is jöttek, úgyhogy nem mindegy. És hogyha ez megvan, ez is lényegében tartalmaz különféle juttatásokat, de az abszolút tetőfok ugye a partnerség, ami hát igazából ennyiben változik. Hát többet kell, lényegében fel kell szentelni az életeteket a Twitch-re, szinte minden második nap kell streamelni legalább 2 órát, és ezt legalább 75-en kell, hogy nézzék egy időben. És annyi érdekesség, hogyha ezt eléritek, akkor automatikusan nem lesz te partnerek, erre külön jelentkezni kell, és manuálisan ellenőrzik, hogy ez, hogy jogosultak vagytok-e, vagy sem. Most az előadásom nagy része egyébként főleg a Facebook köré épül olyan szempontból, hogy a Facebook próbál a YouTube nyomába érni azáltal, hogy lényegében egy ilyen saját tartalomgyártói felületet akar biztosítani a videósoknak. És hát most tesztelik egyébként a reklámbevételeket, azaz a reklámszüneteket az adott Facebook videóknál. Most már egész sok országban elérhető, de ez nyilván folyamatosan bővül, úgyhogy elképzelhető, hogy egyszer hozzánk is elér úgy 3-4 év múlva. Az alapvető feltétel az egyik az, hogy legyen meg a 10.000 követő, a másik pedig ez kicsit bonyolultan hangzik, az alsó. Négyebb az a lényeg, hogyha legalább 3 perces videókat feltöltötök, és azt legalább 1 percig nézik a nézők, az már egynek számít, és az utóbbi 60 napban ebből 30 ezeret kell összehozni. Sejtésem szerint ez összesített, tehát nem hiszem, hogy egyénileg egyéni nézők, mert az még 10.000 követőnél kicsit szívás lehet. Úgyhogy szerintem ez ilyen az utóbbi 60 napban szerintem összehozható.
Igen, van egyébként egy külön aloldal is erre, itt lehet ellenőrizni, itt ki is írja egyébként, hogy mennyire vagyunk jogosultak erre a dologra. Egyelőre ugye Magyarországon se érhető el a dolog, másrészt pedig ugye a másik érdekes meg az, hogy ugye tudni kell az ASF-et, meg be kell tartani. Most voltam olyan rendes, és kigyűjtöttem sztárnetörkösök közül azokat, akik már 10 000 követőnél nagyobbak, vagy hát Facebook oldalon, ABC sorrendben, hogyha szerintem mindenki megtalálja saját magát. Egyébként nagyon sokan vagytok olyanok, akik már több mint ilyen, mint 5000-6000 ember feliratkozóval követően rendelkeztek Facebook, úgyhogy ha esetleg valaki ebbe gondolkodik a jövőbe, akkor egy pici rá segítéssel akár még össze is élt egyébként a 10 000 követő. A Facebook igazából létrehozott egy alkotói stúdiót, ami a YouTube-on is van. Ezt úgy tudjátok elérni, hogyha a Facebook oldalon rámentek, hogy megosztási eszközök, és azon belül ott van a Creator Studio, ami egyébként egy külön applikáció is. Hát ez így néz ki. Tudtok feltölteni innen is videókat, élőadásokat tudtok indítani, tudjátok kezelni a kommenteket, látjátok, hogy mi mennyi dolgot ért el, illetve van külön egyébként analitika is. Ja, igen. A Facebook a Twitch-től átvette a feliratkozás funkciót, lényegében egy havi előfizetési rendszert akarnak kiépíteni, ami annyiról szól, hogy havi $5, és akkor ez bármikor lemondható, és akkor különféle jutalmakat lehet adni a nézőknek. Például itt van Julius Dean, akinél egyébként már el is érhető ez a dolog, ez nyilván még tesztfázisban van, és nagyon kevés embernek érhető el. Hogyha rányomtok arra, hogy támogatók akartok lenni, akkor egy ilyen kis üdvözlő videó jön ki, ott pedig a jobb sávban láthatjátok, hogy mit lehet kapni, és ott alul már lehet is támogatni az adott videóst. A Facebooknak is van gaming felülete, gaming böngészője, ami hát szerintem nem is kell mondani, hogy honnan van. Illetve a Facebook is egyébként kezeli a szerzői jogvédelmet, és van saját zenetára is, ami lényegében olyan, mint a YouTube-é, tehát, hogy zenék ingyenesen, és az bevételszerzésre tudjátok használni. És ez így néz ki egyébként. Nos, Instagram, ugye pár hónapja bevezetésre került az IGTV, ami hát lényegében az volt az alapkoncepció, hogy a vertikális videókat lényegében egy trendé akarják tenni. Ugye az volt ugye az alapkoncepció, hogy akár egy órás videókat is föl lehet tölteni, de mint ez kiderült, egyébként ez csak nagyon keveseknek érhető el, főleg a nagyobbaknak és az ellenőrző csatornáknak. A többi halandó csak maximum 10 percet tud föltölteni. Illetve az Instagram egyelőre nem tervezi azt, hogy közvetlen támogatja a tartalomgyártókat, hanem egy olyan megoldásuk van, hogy amit kiteszel Instagramra, azt meg tudod osztani Facebookon, és Facebookon tudod ezt monetizálni. És végül egy pár szóba említeném azért a Patreont is, ugye erről majd lesz hamarosan szó. Lényegében ez egy közösségi finanszírozási oldal, szintén havi előfizetési rendszer van, tehát a nézők egy adott összeget tudnak fizetni, cserébe kapnak egy bizonyos jutalmakat. A Patreon annyiból jobb, hogy nagyon személyre szabható az egész, tehát hogy tényleg be lehet állítani, hogy milyen összegek, milyen jutalmak, az egész oldalt át lehet alakítani, úgy, ahogy akarjuk, illetve nyilván ki lehet alakítani egy szűkebb, barátibb közösséget. És hát így összegzésül a végén, hogyha valaki szeretne a Facebookon tevékenykedni, akkor annak érdemes akár most is belekezdeni és felépíteni a követőbázist, és hogyha esetleg valamikor elérhető velük Magyarországon a reklámbevétel, akkor nyilván már lehet is gyártani a videókat Facebookra. Hát a Twitch-et azt úgy érdemesebb belekezdeni, hogyha valamit konkrétan is lehet érni. Nyilván ez majdnem egy ilyen teljes állású dolog, ha úgy vesszük, főleg, hogyha a legfelső partner szintet akarjátok elérni. Hát a Patreont az bármikor el lehet kezdeni, csak jól kell behirdetni, nyilván el kell mondani az embereknek, hogy ez van, promotálni. A Patreon jelenleg még annyira nincsen kialakulva itt Magyarországon, de ez bármikor változhat, és hát az Instagramot ezt messziről kerüljétek. Itt végül, ez így lezárásképp, szóval itt lényegében kigyűjtöttem a 10 videóst, aki több platformon is
jelen van. A százalékok azt jelentik, hogy a YouTube feliratkozóban mennyi embert tudtak átcsoportosítani idézőjelbe. Ugye a VR már több mint a nézők harmadát átvitte, például Benny több mint a nézői felét eléri Instagramon, és például B-Tour az, aki a Facebookon nagyon dominál, illetve ugye Sirius, aki a Patreon egyik ilyen királya, hogy így mondjam. Viszont ami érdekesség még talán, hogy a Fun with Geeks annak ellenére, hogy csak 37 ezer feliratkozva rendelkeznek, mégis egész sok támogatót összeszedtek Patreonon. Úgyhogy igazából ennyi lett volna. Köszönöm.